Szeretettel köszöntöm a stúdióban Tornai Tamást, pince tulajdonost. Köszönöm szépen. Vagy nem is tudom, mi a helyes kifejezés. Olyan sok köze van a borászathoz, hogy nem is tudom, melyik címét használja egyáltalán. Hát kérem szépen, én bortermelő vagyok. Bortermelő. Igen, maradjunk ennyiben. Ebben aztán minden benne, hogy a szőlőtől a dínyeltes borokig, de majd a kettő között is próbálunk egy kicsit kalandozni. Hogy stílszerű legyek, ugye a 2021-es jó évjárat volt a Somlón is, hiszen több évfordulót is ünnepeltek. Ha jól tudom, három kerek évforduló. Ez melyik is ezek tulajdonképpen? Hát három nagyon fontos évforduló. A legfontosabb számunkra talán ugye a pincészet alapítójának, apámnak, Tornai Endrének a 100. születésnapja, amiről megemlékeztünk. A másik fontos évforduló, hogy 75 éves a pincészetünk. És a harmadik, az pedig egy nagyon fontos ünnepség, amit 20 évvel ezelőtt kezdtünk el, úgy neveztük el, hogy Andrásnapi Borvester Találkozó, amit apám 80. születésnapjára és dr. Makonyi Károly, aki nagy barátja volt. Szőlőnemesítő. És szőlőnemesítő, több nagyon fontos fajta kötődik hozzá, ő nemesítette, és ők majdnem egy napon születtek, és az ő 80. születésnapjára szerveztünk, nevezzük úgy egy tudományos találkozást. Aztán olyan jól sikerült, hogy megismételtük a következő évben, és azóta sem csinálunk más, mint ismételjük ezeket a rendezvényeket, és nemrég volt a 20. ilyen évforduló. Hát gratulálok akkor valamennyi évfordulóhoz. Köszönöm szépen. Mert ezek azért egy ívet is jeleznek, egy olyan fejlődési vonalat, ami azt hiszem sok borász megirigyelhetne, hiszen a szőlő egyik tulajdonsága, hogy minél régebbi tapasztalatokból fakad a feldolgozása, annál jobb lesz ugye a bor, a belőle készülő bor. Mindig ilyen jól ment a Tornai pincészetnek, most hasít, azt lehet mondani. Gondolom voltak azért hullámvölgyek is. Hogyne, természetesen. Hát az igazság, hogy az alapítás után nem sokkal megtörténtek az államosítások. Ugye apám kisparaszti családból származik, ami egy idő után kiderült, hogy nem is kicsi, hanem nagy, nem, és aztán államosították az apácatornán lévő területeit. Hál' Istennek a szőlő, a pincészet az megmaradt. Igaz, hogy egy részét el kellett adni apámnak, de megmaradt belőle 0,8 hektár. Hát aztán nem túl nagy. Nem túl nagy, de legalább az megmaradt, de alapnak azért nem rossz, és aztán 56 után néhány erőteljesebb esztendő következett, amikor apám úgy gondolt, hogy hát ha még ebből is vesztek el, így aztán szétosztotta a gyerekei között, így lettem én néhány évesen szőlőbirtokos. És hát aztán teltek múltak az évek, és a mindennapjai az akkor magánszemélyként szőlőt bortermelőnek majdhogy nem egyformán teltek a napjai. Ez tulajdonképpen az egészen a 60-as évek végéig így volt. Addig el lehetett adni a szövetkezetnek, illetve az állami felvásárlónak a termést, illetve a családnak volt lehetősége, hogy iszogasson azért belőle, és büszkélkedhessen a saját borával. Hát apám egy kicsit azért próbált fejleszteni, 1962-ben telepítette az első kordonos szőlőt a Somlón, ugye előtte nem volt ilyen, és hát az első ilyen fajta tiszta ültetvény az olasz rizling volt egyébként, és barátjával, Bakonyi Károlyjal választották ki a megfelelő klont, és aztán szép kis termelési sikereket ért el, de ezzel nem nagyon lehetett azért akkor még büszkélkedni. Igen, hát viszont tudom, hogy nagy küzdelmet folytattak, én legalábbis a Naplónál is dolgoztam egy ideig, olyan 35 évvel ezelőtt, és jártam a Somlón is annak idején, igen, mint gazdaságpolitika újságírók, ezt igen így hívták, és akkoriban most nem tudom ki, Fazekas úrra vagy valakivel találkoztam, és ő mesélt arról, hogy a juhfark milyen küzdelemeken esett át, tehát hogy újra elismert fajta legyen a Somlón, hiszen mostában már a Somlóról sokaknak a juhfark jut eszébe. Most már rendben van a... Hát mondhatnám az is, hogy most már könnyű nekünk, de valamikor azért, akik a juhfarkot visszahozták tulajdonképpen a... Hát majdnem az, hogy a sírból, mert abban kevés volt belőle, ez tulajdonképpen a 80-as évek elejére tehető, akkor kezdődtek ezek a küzdelmek, de tulajdonképpen a somlói gazdák a megújulás irányába akkor indultak el. Ugye apám volt az egyike a Somló baráti kör megalakítóinak,
akik aztán elkezdték egy kicsit helyrehozni az elvadult utakat, forrásokat, kápolnákat, várat, kilátót, ugye a 80-as évek második felében keresztelték újra Szent István kilátóvá a kilátót, de hát valamit tenni kellett, hogy próbáltak a helyüket megtalálni, és tulajdonképpen a magyar szőlőbor ágazatban mindig volt valami olyan külső tényező, ami nagy bajokat okozott, és hát ugye Szekfű Gyulától, ugye, aki egyébként gazdaságtörténész volt eredetileg, és még abból a korából származik a Magyar Bortermelő Lelki Alkata című mű, és hát a somlói borászoknak is volt valamilyen lelki alkata, mert amikor nagy bajok voltak, akkor ők mindig a minőséghez és valamilyen megújuláshoz nyúltak. Így történt ez egyébként a 80-as évek közepén is. 87-re ez a Somló baráti kör elérte azt, hogy a Somló felügyelő, birtokló, községi tanácsok egy közös rendeletben szabályozták, hogy hogyan lehet minőségi bort termelni, és hogyan lehet bort termelni, illetve szabad bort termelni. Igen, hát ugye a Somlón. Az ország legkisebb borvidékéről van szó, jól tudom. A legkisebb teljesen egyértelműen. Abszolút. A legkisebb. Sokáig ment a csata a Móriakkal, hogy ki legyen a legkisebb. Győztük. Sikerült kivívni. Ma már egyébként valamivel kevesebb, mint 500 hektár a hegykőségi nyilvántartásban szereplő szőlőterület, tehát erről a szőlőfelületről lehet árubort termelni. Igen. Most ezek szerint adja magát a dolog, hogy az egyetlen kitörési pontjuk úgymond a minőség. Tehát ugye a mennyiséget ezen maximálisan be van korlátozva, hogy mennyit termelnek, meg nem is mindig jó, ha minél többet termelnek egy adott területen, mert azt a minőség sínli meg. Kemény a küzdelem ezen a téren, tehát hogy a somlói borok elismertetése, ugyebár az Egri Bikavérnek volt egy ilyen problémája annak idején, hogy jó, vettek volna több százezer hektoliter, csak nem volt. hogy hogyan lehet piacot csinálni ilyen, hát relatíve kis mennyiségű bornak. Az a helyzet, hogy a világ megváltozott, tehát azért van néhány olyan tényező, ami teljesen más, mint korábban volt. De azért visszakanyarodva egy kicsit a somlói küzdelméhez, valamilyen nagyon jó érzékkel döntötték el ezt a juhfarkos történetet, hogy tulajdonképpen kiválasztották azt a fajtát, ami teljesen egyértelműen a somlóhoz kötődik. Tehát a somló és a juhfark, ez két olyan tényező, ami egyértelműen meghatározik. Na, ha más borvidékek próbálkoznak vele, ugye, de hát a somló... Máshol is próbálkoznak vele, de teljesen hiába. Tehát az a helyzet, hogy az olyan mértékben kötődik, hogy a somlóhoz... Hogy a juhfark, nem tudnak versenyezni a minoritással is, vagy juhfark, tehát ez teljesen egyértelmű. Tehát a küzdelem az valamikor eldőlt egyébként ott, és aztán az újabb kor hozta meg tulajdonképpen a gyümölcsét, amikor a vevőkkel, a vásárlókkal, a fogyasztókkal kommunikálni sokkal könnyebbé vált az interneten keresztül. Nehéz is, meg könnyű is. De az, hogyha valaki egyértelműen tudja és felvállalja, hogy ő kicsoda, és ő mit szeretne, én azt gondolom, hogy ezt becsülik és tisztelik a fogyasztók. Tehát tulajdonképpen ezzel, hogy abszolút a minőségben a legfelső kategóriát ért el a Somló, a Somlónál sokszoros méretű magyar borvidékek vannak, igencsak lemaradva a Somlótól nemzetközi elismerések tekintetében. Most ez nyilvánvalóan egyfajta innovatív készséget jelent, mert ez azt jelenti, hogy nem is minden a pénz, hanem a gondolkodás irányának kell olyan irányba, abba kell mozogni, amiből igazán jó minőség jön ki, hiszen nagy borászatok nyilván sokkal több anyagi forrással rendelkeznek, megfizetik a jó borászokat, de hát van, amiben nem tudnak versenyezni Somlóval. Hát igen, ez tényleg így van, és azért, ha már megfizetik a jó borászokat, történet említjük, akkor azért el kell mondanom, hogy terület arányosan a Somlóban a legtöbb felsőfokú végzettségű, szakirányú felsőfokú végzettségű szakember. Tehát itt igazán intenzív az agytermékekkel való hozzáadás is. Intenzív, és hogy ez egy fontos dolog, hogy szemléletben nem arról szól, hogy mi a hagyományainkat, a tradíciónkat eldobnánk, vagy szembefordulunk vele. Ez a juhfark történet is ugye jellemzi, hiszen ezt ugye komolyan vittük tovább. Hiszen a 80-as évek minimális termőfelületéből ma már a Somlón a legnagyobb felületen termelt szőlőfajta
lett a Jufark. De hát a másik, hogy ez a szemlélet, hogy innovatívak legyünk, úgy, hogy a hagyományainkat megőrizzük, ez úgy tűnik nekem, hogy nagyon mélyen ül. És a saját példánk is ezt mutatja, hiszen említettem, hogy 1962, amikor az első kordonos szőlő, ugye ez a pincészethez kötődik. Az 1900, már egy úttörő munka volt. 1971, amikor én összebarkácsoltam az első bogyózógépet, hogy bogyózott szőlőt tudjunk akkor feldolgozni. Akkor a piacon nem lehetett kapni ilyen bogyózót? Akkor még nem lehetett kapni. Akkor most már nélkülem is igazán lehet elképzelni borászatot. Hát már nincs ilyen, tehát ugye ez teljesen egyértelmű. Aztán utána következett az áztatás, a héjon áztatást. Aztán ez a fehér boroknál is? Ez a fehér boroknál is, ez nem volt szokás, az elsők nem, voltunk. Nem, vörösnél volt. Abszolút az elsők voltunk egyébként, amiki ezt csinálta. És mi lett ennek az eredménye? Milyen változást hozott a kézborban? Ugye színében sokkal gazdagabb lett. És hát anélkül, hogy mélyen tudtuk volna még, hogy mi minden értéket fogunk mi kiáztatni a héjból, ugye elkezdtük ezt az áztatást, a saját tapasztalatunk volt ugye az, hogy sokkal testesebb borokat fogunk tudni produkálni, sokkal gazdagabb aroma és illatanyagokat. Akkor még nem volt szó a csoda dologról, a resveratorról, nem jó, foglalkoztunk a különböző flavonoidokkal, meg egyéb ilyen történetekkel, csak amit saját magunk tapasztaltunk, azt próbáltuk végigvinni. Persze most már nagyon jól ismerjük ennek a tudományos hátterét. Sőt, konferenciákat rendeztünk ugye erről, és hát működünk együtt most már nagyon hosszú ideje kutatóhelyekkel, illetve egyetemekkel, egyetemi oktatókkal. Tehát ugye ez volt egy ilyen, aztán 1999, amikor az első reduktív, az acéltartályok, a saváló tartályok a pincébe kerültek. Önök már a leszületett szőlőt is hűtik, vagy hogy? A mostani technológiák, ami pedig 2019 óta. Ja, bocsánat, előreugrottam. Előre, igen, de ez pedig egy gravitációs feldolgozás. Tulajdonképpen vertikális feldolgozást végzünk horizontális eszközökkel. Ugye ez egy teljesen saját fejlesztésű technológia. Tulajdonképpen ennek a részleteit ezt Oregonból, az Egyesült Államokból, Új-Zélandról, illetve Franciaországból mondhatnám azt is, hogy gyűjtöttük össze. Ezt valaki esetleg máshogy nevezni, de tulajdonképpen azért ez egy originális eredeti maga a történeten ezt a módszert így alkalmazni. Valóban így van, amikor a szőlő beérkezik még fürtösen, vagy hogyha ezt kombájnnal szedjük, akkor bogyókban, épp bogyókat hozunk be, akkor a bogyók azok rögtön egy előhűtött tartályba potyognak bele. Ebben a tartályban áztatjuk aztán már hűtött módon héjon. Ugye a reduktív technológia egyik sarkpontja az ellenőrzött hőmérsékleten való. Ez ellenőrzött, igen. Tehát ugye ez azt jelenti egyébként, ráadásul ugye ennek a technológiának még van egy fontos pontja, hogy tulajdonképpen itt a cefre önmaga szűri meg a mustot, és tulajdonképpen a pincébe már tiszta mustot engedünk le, anélkül, hogy még egy picit is préseltük volna a szőlőt. Ez hasonlít kicsit a tokai technológiához, nem a tokai borok előállításához. A tokai boroknál az eszencia készül gravitációs módon, hogy a többi az nem, de az eszencia, jó, de az, eszencia az valóban ekként készül. Ugye ezért ez ugye másról, teljesen másról szól, és tulajdonképpen attól függ, hogy éppen milyen típusú bort szeretnénk készíteni, kerül aztán hordóba, vagy éppen egy másik tartályba, amivel aztán az erjesztést véghez visszük. Most senkinek nem lehet... hanem az élesztők. Igen, persze. Senkinek nem lehet kétsége afelé, hogy a Somlón, a Tornai pincészetnél értenek a borokhoz. Ön hozott egy ilyen palackbort, ami gondolom képviseli a többi társát is, amik nagyon szép nemzetközi elismeréseket kaptak. Erről egy pár szót mondana, hogy hol tart ma a nemzetközi megítélésben a tornai pincészet? Hát kérem szépen neki... Röviden, ha lehet röviden. Hát ha röviden akarom mondani, hogy papírunk van róla, hogy a legjobb fehér borokat készítjük. A világon? A világon. Igen. Most kicsit lefagytam. Hát ez így van. Ez azért nem akármi. Hát ez nem akármi. Hát kérem szépen... Az idén a világ három legnagyobb borversenyére küldtünk 3-3 bort, és 9 érmet kaptunk. Ebből 5 darab aranyérem. De nem csak ezekre a borversenyeken, hanem a Balaton. Tehát exakt módon kimutatható akkor, hogy ez teljesen. Kiváló tehát, bort készít. Ha mindenütt a legjobbnak minősítik a borainkat, akkor mi a csodát mondanánk más. Világos, persze. Tehát a versenyben, a nagy nemzetközi versenyben álljuk a sorat.
De egyébként nem csak nemzetköziben, ami talán még fontosabb itthon is. Igen, ez... szokták mondani, hogy a magyar bor világhírű Magyarországon, igen. De önök ezek szerint külföldön is. Az a helyzet, hogy külföldön is. És kereskedelemben nem vagyunk... Sőt, Magyarországon is. Igen, nem vagyunk túlságosan ügyesek, de azzal, hogy ezeket a díjakat és igazából a minőséggel elért díjaink azok, amik hozzák a vásárlókat hozzánk, nagyon sok helyről. Tehát a felteszem, királyi családok, igen. Szaúd-Arábia, japán császár, vagy csak Japánban, itt csapongok. Japánban is értékesítettünk, az arab sejkek közül nem tudom, hogy melyik vásárolja a borainkat. Hát nyilván az araboknál nem annyira nevezetesek az alkoholos italok, vagy legalábbis csak hát titokban. Az a helyzet, hogy hivatalosan nem igazán. Igen. Tehát ugye ez teljesen ez korlátozza. Ott azért van egy névi korlát. De hát Új-Zélandtól, vagy mondhatnám azt is, hogy Bordóba, Franciaországba értékesítünk borokat, az Egyesült Államokba értékesítünk borokat. Pedig ugye Franciaország a bornak a... Rómája, vagy nem tudom, hogy lehet ezt szintet. Ugye lassacskán nem rossz borok készen a trónról Franciaországot, igen. És látszik, hogy a túlságosan röghöz kötött termelési megoldásaik és stílusukból ki kell, hogy lépjenek. Tehát sokkal inkább kell egy kicsit megmutatni, hogy milyen az, amit a nemzetközi piac elfogad. Tehát túlságosan elégedettek voltak az elért sikereikkel, meg a történelmi hagyományokkal, és ezért ellustított őket? Hát két dolog van, nyilván az egyik ugye ez, hogy nagyon a bevált módszereikhez igyekeztek ragaszkodni nagyon szigorúan, ami nyilván azt gondolom, hogy ha a világ nem változott volna meg, akkor talán helyes is lenne. De hát a helyzet az, hogy ahogy kell. Mi is, nagyon sokan vannak még a világban, akik elkezdtek nagyon jó minőségű borokat készíteni, és ezek a borok, ezek helyet keresnek maguknak a piacon. És ha van valaki, aki csak a hagyományaihoz ragaszkodik, és nem akar változtatni, az előbb-utóbb, azt előbb-utóbb kiszorítják ezek a borászatok. Tehát tulajdonképpen ez történik már. Igen, most visszatérve Somlóra, azt észleljük, hogy nagyon sok erről beszéltünk, sok gőzt nyomnak a gépekre, de jut-e a dudára is ebből? Tehát a marketing, a hírverés és a többi mennyi energiájukat köti le, vagy mennyire tartják fontosnak? Mert ugye jó bornak is kell a cégért, mondom én. Hát kérem szépen, ha már régen is ezt mondták, akkor ma különösen mondani kell. Mert amikor azt mondtam, hogy könnyebb kommunikálni a fogyasztóval, ez egyik oldalon könnyű, akit már megtaláltunk ugye azzal kommunikálni és elmondani, hogy mit is csinálunk, milyen újdonságaink vannak, milyen díjakat nyertünk és így tovább, milyen rendezvényeink vannak, de a másik oldalon pedig nagyon nehéz, mert óriási a zaj, a marketing zaj, hiszen nagyon sokan vannak. Nehéz kilógni, igaz? Igen, tehát a helyzet az, hogy nagyon sokat kell erre fordítani, nagyon oda kell figyelni rá, hogy mit mondunk, és hogyan mondjuk, és ezt milyen gyakorisággal tesszük. Tehát jelentős ráfordítások szükségesek a marketing tekintetében, hogy ne csak díjaink legyenek, hanem eladott borok. Tudjanak is erről, és el is adják a borokat. Befedésképpen hadd mutassa meg önt, mint gazdasági szakembert, ugye eddig nem derült volna ki, tehát foglalkozik a térség gazdasági fejlődésével is. Például a kérdésem ezt sugallná, akkor milyen akadályait látja a Somló térség, vagy ennek az egész térségnek a fejlődésében? Legutóbb egy olyan konferencián találkoztunk, ahol útfejlesztésről volt szó. Szóval ez mennyire fájó pontja önöknek? Nekem nagyon fájó pont. Nekem leginkább az a fájó pont, hogy ismerem, mert nem vagyok fiatal, sajnos. Vagy régóta fiatal. Vagy régóta vagyok fiatal. Igen. Ismerem a térséget, a környező településeket, a környező falvakat. És azt látom, hogy ezek a falvak tulajdonképpen a létezésükért küzdenek. És hát azért az arany sem csillog annyira szépen, hogyha a környezete nagyon lepusztult. És én azt gondolom, hogy ezt ugye megállapíthatjuk, hogy ott bajok vannak a kis településekkel, és ahhoz, hogy ez ne így legyen, azt gondolom, hogy lehet panasszal élni és rimánkodni sokfele, de szerintem talán hasznosabb, ha mi magunk tudjuk kitalálni, hogy mit is kellene tenni,
és felemeljük a szavunkat, hogy, hogy tényleg történjen is valami, és elsősorban mi magunk próbáljunk meg cselekedni, és ha mi tudjuk, hogy mit akarunk, akkor talán egy kicsit könnyebb segítséget is kérni. Nos, a fejlődésnek az egyik fontos pontja a közlekedés. Tehát az, hogy bennünket minél könnyebben el lehessen érni, ezeknek a kis településeknek a csodálatos értékeit, ezeket fel lehessen tárni. Akik itt élnek, azok könnyen eljussanak a munkahelyükre, ha éppen nem a településen dolgoznak. Tehát ott meg legyenek a szolgáltatások, sorolnám. Tehát azt gondolom, hogy ez egy fontos kulcs, maga az út. Még egy kérdésem, plusz egy kérdésem lenne, hogy van-e valamilyen kapcsolatuk, ha már Ajkán vagyunk, a Csékúti Hegyért Egyesülettel, vagy hogyan kezelik az ilyen kisebb, hát főleg hobbi borászatokat, hogy tudnak ebből profitálni, vagy tanácsot adni, vagy egyáltalán mi történik? Hát kérem szépen, rendszeresen vagyok vendége különböző kertész köröknek és ehhez hasonló csapatoknak, és én örülök, hogy ők vannak és léteznek. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk, akik valamilyen rendszerezett tudást sikerült felhalmozni, hogy nekünk dolgunk is, meg feladatunk is, hogy segítsünk. Mondhatnám azt is, hogy egy önzetlen dolog, de ez nem teljesen így van. Tehát én azt gondolom, hogy számunkra nagyon fontosak a kistermelők, a Somlón is. Hiszen amikor a világban nagyon sokat beszélnek biodiverzitásról, ezt a biodiverzitást egy kistermelő sokkal könnyebben megteremti, mert neki ott van a gyümölcsfája, kertészkedik a szőlősorok között, tesz sok minden olyat, ami egyébként ugye gazdagítja magát a térséget is. Hát mennyire szép a Somló, ha ránézünk. És ez a szépség nyilván a természet alkotta szépség is, de nem csak az, hanem az itt élő emberek, a sok-sok kistermelő, a gyümölcsfák, az utak, a virágok és sok minden egyéb együttesen adja azt, amit mi tulajdonképpen, ha úgy tetszik, hasznosítani tudunk. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a stúdióba. Én is köszönöm szépen.